Jó estét kívánok! A híres híreket látják szerdán este 19 órakor. A híradó elején mutatjuk a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Június 19-e és 23-a között az animációs filmek központjává válik Kecskemét. Megnyitott a kapuit Kecskemét meseországa a Hankovszky-ligetben. Szerda hajnaltól forgalomelterelésre és útlezárásokra is kell számítani az Arborétum és a Nyíri út sarkánál. Június 19 és 23-a között az animációs filmek központjává válik Kecskemét. Ma nyitotta meg kapuit a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, valamint a 11. Európai Animációs Játékfilm és Televíziós Filmfesztivál. A következő 5 napban több száz film méretteti meg magát. A megnyitón járt kollégánk Molnár H. Boglárka, aki onnan tudósította a kecskeméti televízió nézőit. Tartott a sokak által várt 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, melynek idén már 11. alkalommal társa az Európai Animációs Játékfilm és Televíziós Filmfesztivál. A megnyitón többek között köszöntő beszédet mond Krucsainé Herter Anikó, a kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkár. A köszöntő beszédek után pedig díjakat adnak át. A két évente megrendezendő KAF a legmagyarabb fesztiválként tekint önmagára, hiszen a világban elszórtan élő, kiváló animátorok itt mutathatják be legújabb filmjüket. Idén 210 hazai filmből válogatott az előzsűri. Az Oscar-díjas Rófusz Ferenc is ringbe száll az Utolsó vacsora című filmjével. Ebben az évben 26 európai országból 134 alkotással neveztek az animátorok. Mivel kezdetektől fogva a fesztivál célkitűzése, hogy a műfaj általános formanyelvét erősítse, így nem csak a szórakoztató és a művészet animációs filmek, hanem alkalmazott animációk is bemutatkozhatnak a vasárnapig zajló eseményen. De nem csupán filmeket mutatnak be, hanem kiállítások és különféle műhelyek is kapcsolódnak a fesztiválhoz, ahol például saját filmeket is készíthetnek a fiatalok. A KAF ezúttal is népszerűsít egy földrészt, a közönség most az afrikai animációs filmek világába kaphatnak betekintést, a KAF részletes programjáról pedig az esemény honlapján, valamint Facebook oldalán olvashatnak. Megnyitott a kapuit Kecskemét meseországa a Hankovszky-ligetben. A népmese játszótér hónapok óta hatalmas gonddal készült, és bátran kijelenthetjük, hogy a Hírosváros egyik legszebb és legizgalmasabb tere nyílt meg a családok előtt. Birtokukba vették a gyerekek azt a játszóteret, amely a népmesék világába röpíti a legfiatalabb generációt. Mikulás Ferenc, a Kecskemét Film Kft. Ügyvezető igazgatójának az ötlete volt ez a projekt. A téren 6 játékot helyeztek ki. Tőlem balra helyezkedik el egy vár, amiben van csúszda, mászás és mindenféle csoda. Ugye itt a háromfejű sárkány támadja a gyönyörű királylányt. Akkor van ilyen mókuskerék, aztán van ilyen körhinta, akkor van sima hinta, és van egy csodálatos homokozó, amit még majd bővíteni szeretnénk, mert az látható, hogy ott még bővítési lehetőségeink lesznek. A játszótér hivatalos megnyitóján Szemereinél Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is jelen volt, ahol méltatta a játszóteret, méltatta a kecskemétieket, a magyarokat. Kézzel fogható, kipróbálható, színes, élvezetes, játékos és mindenki számára egyedülálló játszótér alakult és jött létre itt Kecskeméten, és tényleg azt gondolom, hogy nem csak Kecskeméten, hanem az országban, sőt a világon egy egyedülálló játszóteret hoztunk létre, ami a miénk, magyaroké, a mi nemzeti kincsünk. A megnyitón szintén köszöntő beszédet mondott Krucsainé Herter Anikó, kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkár. A játszótérrel elértünk egy újabb szintre, amikor a magyar népmese nem csak az érzékszervekre hat, hanem a játékon keresztül az élet szerves részévé válik. Így a gyermekek játszva, mozgás közben ismerkedhetnek meg hagyományainkkal, történelmünkkel, a magyar kultúra szépségeivel. A játszóteret pedig mostantól éjjel-nappal igénybe vehetik a fiatalok egy csodálatos környezetben, a természetháza melletti téren. Animációs filmrendezők tartottak műhelyfoglalkozásokat gyermekeknek ma délelőtt a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál részeként. A kreatív workshopok célja, hogy a fiatalság belekóstolhasson az animáció készítésbe,
és ne csak befogadóként, hanem az alkotó folyamat részeként is jelen legyen a fesztiválon. A Pagony könyvesboltban Bognár Éva Katinka filmrendező könyvillusztrátor segítségével a gyermekek két technikával is megismerkedhettek. Elsőként taumatrópot készítettek, Kiki a maga kedvenc állatát rajzolta meg a körlap egyik oldalára, a túloldalra pedig kalitkát, akváriumot, attól függően, hogy az alkotó gyermek milyen állatot választott. Az elkészült játék megpörgetésével az élőlény figura a számára kialakított mesterséges közegbe került. A mozgóképes eszközt a 19. században találták fel, az animáció egyik előfutárának tekinthető. A bolt egy másik helyiségében a gyermekek a vakáció feliratot animálhatták meg egy táblafalon stop motion technikával. Az ifjúsági otthon tükörtermében a budaörsi animációs bázis és kreatív tér várta a gyermekcsoportokat izgalmas foglalkozásokkal. Rajzfilmet, tárgy és Lego animációt lehetett készíteni, valamint hangot is vehettek fel a gyermekek a saját filmjükhöz. Ma hajnaltól forgalomtelelésre és útlezárásokra is kell számítani. Az Arborétum és Nyíri út sarkánál elkezdődtek a Margaréta buszforduló és körforgalom építésének munkálatai. Ma már útlezárással és számos terelőtáblával találkozhattak az autósok a Károly-Róbert körút és a Nyíri út találkozásánál. A Máriahegy felé vezető útat lezárták, és a Károly-Róbert körút Hollandfalu irányába tartó szakaszát is elzárták a forgalom elől. Az autóbuszok nem körbejárnak, hanem a Margaréta felé haladva a Szent György Albert utcában fordulnak be, és a Margaréta utca végén kialakított ideiglenes buszfordulóban fordulnak vissza. Két ideiglenes busz megálló kerül kialakításra, az egyik a Nyíri úton a Szent György Albert utca egy 5 társasház előtt kialakított öbölben, a másik pedig a Margaréta utcában a Csida Jenő és Kóskároly utca között. Nem csak az autósoknak kell figyelni, hiszen a Nyíri út Margaréta otthon előtti szakaszán a gyalogosokat és kerékpárosokat is átterelik az út túloldalára. Az autósoknak így érdemes odafigyelni, hiszen szokatlan helyeken próbálhatnak átjutni az út túloldalára a gyalogosok. Mentorokat és mentoráltakat toboroztak szerdán a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A SZID Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány azért szervezte meg az eseményt, hogy a résztvevőknek bemutassák a projektjüket. A fő téma a kis- és középvállalkozási szektor hatékonyságának a növelése volt. Toborzó rendezvényt szervezett hétfőn a SZID Kisvállalkozási Fejlesztési Alapítvány a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A rendezvényen résztvevők megismerkedhettek a kis- és középvállalkozási szektor hatékonyságának növelésével és a pénzügyi ismeretek fejlesztésével foglalkozó projekttel. Az eseményen Gál József, az Iparkamara elnöke köszöntőjében a Mentor program fontosságáról beszélt. A munkavállalókért folytatott verseny, a költségekért folytatott verseny, hatékonyság, a költség, bérköltségek dinamikus növekedése, olyan kihívások, amit megint sokan nem tudnak megugrani, és nem fognak tudni megugrani a következő években. A rendezvényen Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke a Mentor program jelentőségéről, a szövetség szemszögéből tartott előadást. A SZID Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány 3 célcsoportra fókuszálva szeretné elérni a vállalkozások versenyképességének, hatékonyságának javítását. 35 év alatti fiatal vállalkozókét, a legfeljebb 3 éve bejegyzett vállalkozással rendelkező női vállalkozókét és a generációváltással érintett családi vállalkozásokét. Az esemény körüljárta, hogy miben segít a mentorálás, kiket várnak erre a feladatra, ki lehet mentorált, illetve hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban. Tűzugrás a Deák téren, kulisszajárás a Kecskeméti Katona József Színházban, veteránautók kiállítása a Vacsihegyen, és sok más érdekesség várja a látogatókat Kecskeméten a szombati múzeumok éjszakáján. A városi múzeumai kulturális intézményei és művészeti műhelyei idén is sok izgalmas programmal készülnek. Június 22-én lesz a múzeumok éjszakája, amire Kecskemét idén is sok színes programmal készül. A Kecskeméti Katona József Múzeum 3 helyszínen, a Cifra Palotában, a Szórakoténusz Játék Múzeum és Műhelyben, valamint a Naív Művészetek gyűjteményében várja a látogatóit. A Cifra Palotában a Kecskemét 650 Sem magasság, sem mélység nem rettent című tárlatot láthatják a kultúrkalandorok.
Hajagos Csaba történész, Mélységek között is a legmélyebb címmel repít vissza minket városunk lebilincselő történelmébe. A Bozsó gyűjteményben utazás, művészetekben, kultúrában címmel kalandozhatnak térben és időben. Ugyanitt bemutatkozik a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, lesznek gyermekfoglalkozások, de kiállítással készül a híres médiacentrum is. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Az Értékmegőrző Híres Históriák című helytörténeti magazinjára építve rendhagyó kiállítással járul hozzá a lokális csúcs teljesítmények bemutatásához. A Ciróka Bábszínházban Múzeum várja a vendégeket, lesz bábkoncert, bemutatják a Macskablöf és a Hamlet című előadásukat. A Híres Agórai Ifjúsági Otthonban ezúttal is családi programokkal várják az érdeklődőket. A Népi Iparművészeti Gyűjteményben Harcs Veronika és Gyémánt Bálint duója belga ritmus szekcióval fog együtt zenélni. A Híres Agóra Kulturális Központban válogatást láthatnak a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra készült plakátokból. A Barack Pálinka és Borfesztivál színpadán változatos programok követik egymást 16 órától, a Luca Szökőkútnál pedig gasztroszínház kezdődik Wine Tourist címmel. A múzeumok éjszakájával kapcsolatban részletes információt találhatnak a www.múzeumokéjszakájakecskemét.hu oldalon, vagy a programfüzetben tudják megtekinteni, amit idén is magukkal vihetnek okostelefonon. Ehhez csak le kell tölteni az ingyenes alkalmazást, ami mobil internet nélkül is megmutatja a helyszíneket és az időpontokat. Minden vállalati ügyfélnek kötelező a banki adategyeztetés, a lakossági ügyfelek közül azonban ezt csak azoknak kell elvégezniük június 26-áig, akiktől az elmúlt hónapokban a bankjuk ezt közvetlenül kérte. Hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség egy hétfői közleményében. Az adategyeztetési kötelezettség a lakossági ügyfeleknél kizárólag azokra vonatkozik, akik 2017. júniusa előtt nyitották meg a bankszámlát, és bankjuk még nem rendelkezik a személyazonosságukat és lakcímüket igazoló érvényes okmányaik másolatával, esetleg változás következett be a személyi adataikban, vagy kiemelt közszereplőnek minősülhetnek, írja a Bankszövetség. Kitértek arra, hogy a lakossági ügyfelek többsége azért nem kapott a bankjuktól külön értesítést, mert nekik nincs teendőjük, számukra a szolgáltatások zavartalanul rendelkezésre állnak június 26-a után is. A kötelezettség minden vállalkozásra vonatkozik, így azokra is, amelyek az elmúlt években már tettek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. A biztosítók esetében a Magyar Biztosítók Szövetsége, vagy a MABIS tájékoztatása szerint csak egyes életbiztosítások esetében kell az adategyeztetést végrehajtani. Ide tartoznak az úgynevezett befektetési egységekhez kötött unit-linked életbiztosítások, mivel ezekhez megtakarítások kapcsolódnak, illetve a nyugdíjbiztosítások, ha azokat 2017. júniusa előtt kötötték meg az ügyfelek. Négy napos úszóverseny vette kezdetét ma a Kecskeméti fürdőben. A serdülő országos bajnokságon a pubertás korban lévők legjobbjai ugorhattak a vízbe. Közel 450 induló és 81 egyesület vett részt, több mint 2300 rajtal a következő négy napban a serdülő országos bajnokság alkalmából megrendezett eseményen, melynek idén a Kecskeméti fürdő ad otthont. A serdülő korosztályból a 16 legtehetségesebb versenyzőnek lehetősége van az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra való kvalifikáció megszerzésére. Az úszók délelőttönként az előfutamon, délutánonként pedig a döntőn vesznek részt. A gyerekek minden négy úszásnemben, lány-fiú váltóban és mixben, valamint egyénileg is versenyeznek. A Kecskeméti fürdő 2011-ben épült, de a magas színvonalú, korszerű felszereltsége miatt már 2012-t követően minden évben rendeztek és rendeznek meg országos versenyeket. Acél Péter, a Bácsvíz Kvsc. Elnöke elmondta, hogy körülbelül 5-7 érmet vár a kecskeméti csapatból, és úgy gondolja, lesz olyan versenyzőjük, aki benne lesz a legjobb 16-ban. A verseny mától egészen június 22-éig tart, amit az érdeklődők a Magyar Úszószövetség videó megosztó csatornáján folyamatosan figyelemmel kísérhetnek. Egy különleges lánykérés tanúi lehettek a kecskeméti vasútállomáson várakozók a napokban. Itt kérte meg szerelmének kezét I. és Zoltán. Nem csak gyűrűvel és rózsacsokorral köszöntötte választottját, de a lett kijelzőre is kiíratta a nagy kérdést. Izabella, hozzám jössz feleségül?
Ez a szöveg villogott június 15-én a Kecskeméti pályaudvar lett falán a menetrendi tájékoztatás helyett. Ijjész Zoltán így tette fel a nagy kérdést kedvesének, Tóth Izabellának, aki először szóhoz sem jutott a megkatódottságtól. Inkább csókokkal válaszolt. A lány családi nyaralásból érkezett haza, szerelme pedig izgatottan várta őt az állomáson. Zoltán természetesen gondoskodott a romantikus kellékekről is. Egy fantasztikus rózsacsokorral a kezében köszöntötte a lányt, miközben két barátja latin dalokat játszott gitárján. Az igazi meglepetés azonban az a bizonyos gyűrű volt, amit boldogan fogadott el Izabella a térdre ereszkedő fiútól. A válasz pedig természetesen nem lehetett más, mint hogy igen, igen, igen. Akik szemtanúi voltak a romantikus pillanatoknak, nagy tapsal gratuláltak az ifjú jegyeseknek. A különleges lánykérés nem is érhetett volna véget másként, Zoli karjában vitte ki menyasszonyát az állomás épületéből. És ezek voltak a hírös hírek szerdán este, most megmutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Június 19-e és 23-a között az animációs filmek központjává válik Kecskemét. Vasárnapig több száz film méretteti meg magát a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, valamint a 11. Európai Animációs Játékfilm és Televíziós Filmfesztiválon. Megnyitott a kapuit Kecskemét meseországa a Hankovszki-ligetben. A népmese játszótérrel a híres város egyik legszebb és legizgalmasabb helye nyílt meg a családok előtt. Szerda hajnaltól forgalomelterelésre és útlezárásokra is kell számítani az Arborétum és a Nyíri út sarkánál. Az arra közlekedőknek érdemes figyelni, hiszen a gyalogosokat és kerékpárosokat is átterelik az út túloldalára. Toborzó rendezvényt szervezett hétfőn a SZÍD Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A program körüljárta, hogy miben segít a mentorálás, illetve hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban. Ez volt a Híradó, a hírórát most a kiemelővel folytatjuk, amelyben elsőként bemutatjuk a helyes kutyasétáltatás alapszabályait, nem is gondolnánk, de sok konfliktus szül ez az egyszerű kérdés. Aztán vendégünk lesz Török Katalin, a Kecskeméti Katona József Múzeum kommunikációs munkatársa. Vele a közelgő múzeumok éjszakájáról és annak programjairól fogunk beszélgetni, és végül tudósítunk a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválról is. Híreinket újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy meg tudják nézni a Híradó ismétlését a szokott időpontokban. 20 óra 40 perckor, 22 óra 15 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor. És minden műsorunk, így a Híradó és a kiemelő is újra megtekinthető a Kecskeméti TV weboldalán. Friss Híradóval holnap este jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Most köszönöm, hogy minket választottak. Viszontlátásra! Csütörtökön erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés is várható, összességében több helyen valószínű zápor, zivatar. A zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Pénteken is több órás napsütés valószínű, összességében továbbra is több helyen várható zápor, zivatar. Éjszaka 14 és 20, nappal 27 és 32 fok közötti értékek valószínűek. Szombaton is folytatódik az erőteljes nappali gomoly felhőképződés, emellett több órás napsütés várható, és továbbra is sok helyen valószínű zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.